Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm nézőinket! Nézzük, mit kínálunk ma estére. A gyermekműsor után még egy pár perc figyelmet kérünk a kicsi és a nagy gyerekektől. Mi történt városunkban? Erről adnak tájékoztatást munkatársaink. Az influenza járványról kérdeztük a megyei kölyál illetékesét. Töprengünk együtt közügyekben. Negyedszer térünk vissza a hangyaügyre. Milyen lesz Tatabánya középső zöldségellátása? Lakás volt, lakás lesz. Kulturális programajánlatokat adunk önöknek. Összeállítást láthatnak Magyar Március címmel. Végül sportműsorunk következik. Kedves gyerekek! Az Aranytaréjú Kiskakas című mesejátékot láthatjátok. Ezt a bábjátékot a Sárberki Általános Iskola tanulói mutatják be nektek. A műsort Kongó Józsefné tanította be. Szereplők Somlói Szilvi, Gergely Gabriella és Ulis Anita. Jó szórakozást kívánok! Kiskakas! Kiskakas! Itt vagyok, mit akarsz? Ide hallgass, kiskakas! Én most elmegyek. Már is elmész, és megy fiútra? Sokkal messzebb, mint gondolnád. Folyón túlra, hegyen túlra megyek fát vágni. Fát kivágni? Én is megyek veled. Még hogy te, na még csak az kellene. És ha találkozol a rókával, mit csinálsz? A rókával? A rókától félni kell? Ennyi, de buta vagy. Ilyet kérdezel? Jól jegyezd meg, amit mondok. Amíg nem vagyok itthon, ki ne nézz az ablakon, és ki se jöjj a házból, mert rögtön itt lesz ám a róka, és elkapja a nyakadat, mert a kakasús finomám. Hogy mondod? Megenne? Felszállna? Ha nem vigyázol, te leszel a 10 órai falatja. Hát, ha így van, itt se vagyok, visszabújok, nem leszek én a 10 óra senkinek. No, azt hiszem, minden rendben lesz. Így hát indulhatok, mert nem sokára sötét lesz. A ház jól be van zárva, nincsen gondom a rókára sem, mert a kiskakas megfogadta a tanácsomat. Kukurikú! Meg sem járja, hogy itthon maradtam. Kukurikú! Én nagyon unom magamat. Mindig csak azt hallom, hogy így a róka, meg úgy a róka. Csak ijesztget a kandúz, tudom én. De milyen jól tudod? Mintha beszélni hallottam volna valakit. Valaki szólt, láttatok itt valakit? Igen, a rókám. Nincs itt senki, de azért jól lesz vigyázni. Mégis csak bemegyek. Most már jöhet, akárki vagy. Kiskakaszom, néz ki rám az ablakodon. Fejezkéd a narancsarék, a szakállat sejemfehér. Ajándékot hoztam neked, finom borsót mind megegyed. Ajándékot? Én nekem? Az nem lenne rossz. De kivel szélok kint? Jó barát! A jó barátnak neve van. Jó barát, rossz barát, itt a borsó fogjat hát. Hát, ha nagyon akarod, nem bánom. A borsó az finom eldel, elfogadom, megeszem. Nézd csak szépen, ide tettem. Hová? Ide. Aj, ez jó lesz, meg is ötem iszibe. Ha, jól van, eheted már. Segítség! Segítek, én bíztak rám, rég volt ilyen vacsorám. A róka vagy, jaj, becsaptál, jaj, én bolond. Segítség! Segítség! Nem menekült, barátoskám, elviszlek most. Kandúrka, segítség! Itt a róka! Viszlek bizony, mégpedig az odumba, ha! Mintha a kiskakas hallottam volna beszélni. Kiskakas! Hol vagy? Nincs a házban. Nem láttátok, gyerekek? A róka nincs el. Hát hiába mondtam neki, hogy ki ne nézzen az ablakon, és ki se bújjon a házból. Erre ment. Arra ment. Itt, kandúrka, segítség! Aha, hallom már a kiskakas hangját. A róka járt itt, igazatok van. Kiskakas, merre vagy? Itt vagyok, siessa, még nem késő. Szaladok, mint a villám, úgy futok. Erre gyere! Nem hallgatsz te, nem hallgatsz te! Most meg innen hallottam a hangját. Kis kakas, hol vagy? Biztosan itt van valahol a közelben. Elbújok ide a fa mögé, amit ideér, és elkapom őkelnének a nyakát. De maradjatok csendben, ha erre jön a róka. Csend van, úgy látszik elment a kandúd, de te sem kiabálhatsz, mert befogtam a szádat. Nesze, nesze, nesze! Elfutottak az ember. Jaj, alig élek, ronda róka! Már nem is élsz, ha meg nem hallom a hangodat. Hát ezt ígérted, te rosszaság. Nem azt mondtam, hogy ki ne bújj a házból és ki se nyisd az ablakot? Jaj, nekem! Hát hogy hagyjalak itt egyedül? Ne szígyelj, tudom, hogy hibás vagyok, de azt ígérte az a ronda róka, hogy finom borsot hozott nekem, és én elhittem neki. Brrrr, és hálából nyakon csípett. Ismerem én őkelnét. No de se baj, fő, hogy itt vagy. Most bemész szépen a házikóba, és remélem, hogy nem fogsz újra csavarogni. Jaj, dehogy megyek! Elég volt ez a lecke nekem. Itt várlak meg a házban. Az bizony jó lesz. Csak akkor gyere ki, ha hallod majd a fütyjelet. Ó, csinálom, meglátod! No jó, én most megyek tovább fátvágni, mert még nagyon sok a dolgom. Csend van, úgy látszik elment a mérges gazda. Aha, jól van, nagy a csend, hehe, nem jár túl az eszemen. A vágyam csak az, hogy a kiskakas megegyen vacsorára. Ha, no gyerünk csak, lássunk hozzá. Kiskakasom, nézd ki rám az ablakodon, fejecskéden aranytarék, a szakára sejem fehér. Ajándékot hoztam neked, finom borsot mind megegyed. Valaki szólt, ki beszél itt? Jó barát, a jó barátnak neve van. Mit számít az, hogy hívják? Akárki van, nem hiszek már senkinek. Nem hiszed? És ennek sem. De nem ám, hallottam már ezt örömni. Róka hozta, és aztán elrabolta a kiskakas. A róka, mindig csak a róka. Hát itt félsz tőle. Félek bizony, mert alasztomos, és ravasz, és csónya. Igazad van, utálatos egyfajtad. De nézd csak, itt van egy kis borsó, finomán. Borsó? Jaj, a borsó! Most már tudom, te vagy a róka, ne tagadd! Már hogy lennék én a róka? Megismerem a hangodat! Oh, te kis buta, borsója van másnak is, de hogy lásd, hogy szeretlek, mutatok én egyebet is. Nézd csak ide! Hogy ne? Még mit nem? Finom búza van itt. Búza? Jaj, az bizony nem volna rossz. Akarok hát? Csak tudnám, mit tegyek. Menjek, maradjak. Gyerekek szaladtak, sok búzát szétszoltak, tyúkok csipegették, kakasnak nem adtak. Nem adtak? Miért nem adtak? Ezért nincs, hogy a kiskakas megkérdezze, fogadalmát elfelejtse, és kinézzen az ablakon, s az én kezembe pottyanjon. Segítség, kandurka! Hehehe, most már kiabálhatsz, indulunk az oduba. Jaj, nekem! De most már nem jártok túl az eszemen, elbújunk, mintha itt sem leszünk volna. Már megint ennek a kiskakasnak a hangját hallottam. Kiskakas, mi van veled? Hol vagy? Nincs a házban. Nem láttátok, gyerekek? Biztosan a róka vitte el megint. Hallgassunk csak, hát ha szól. Nem hallani, nincs az már itt. Elvitte a róka. Pedig megmondtam neki, hogy ki ne nézzen az ablakon és ki se nyissa az ajtót. De hát hiába beszéltem neki. Most itt a baj. Hová vihette a ravasz róka a kiskakast? Aha, én sejtem, hová vihette. Biztosan az odujába. Az meg itt lehet valahol a közelben, mert nagyon büdöset érzek. A rókajuk az mindig büdös. Ó, megvan, ez az oduja a rókának, idehozta a kiskakas. Itt van egy toll, biztosan idehozta a kiskakas. Most mit csináljak? Megszabadítom az odu bejáratát. Így mi? Most pedig szerzek egy füttyöst, amivel leütöm ők elmét. Ez jó lesz. De most hogy csaljam ki, mit gondoltok, gyerekek? Énekelni! Megvan, énekelni fogok, mint egy szegény vándor. És mikor kidugja a fejét, a fejére ütök egy nagyot. Ez így jó lesz, de csendben legyetek, ha kinéz a rókakoma. Pengalantom, pengalantom, aranyhúrocsája, itthon van-e rókakoma meleg odujába? Ha itthon van, ha nincs itthon, itt maradok nála. Hát, ha engemet is meghív egy kis lakomára. Mit hallok? Énekel odakint olyan szépen. Szegény vándor vagyok, ez a mesterségem, de olyan éhes vagyok, majd meghalok éhen. Éhen halsz? Ennye, ennye. No, aztán miért? Kakasút szeretnék enni, de nem találok sehol. Persze, hogy nem, mert itt van nálam. Én eszem meg. Jaj, jaj, ne, kandurka! Á, itt a kis kakas. Kiabálhatnál? Ha meghívsz engemet egy kis lakomára, énekelek neked reggelig is. Na jó, nem bánom, velem vacsorázhat, de aztán szépen énekeljám. Hol van az a vándor? Itt! Jaj, jaj, oda a vacsorám! Kakas kéne vacsorára! Nesze! Jaj, én ostoba! Ostoba? Nesze! No, ezt elintéztem, ez már nem mozog, de ha mozog a róka, akkor kiabáljatok, gyerekek! Mozog! Nesze, nesze! Kis kakas, gyere ki! Én vagyok! Nesze! Jaj, alig élek, alig állok! No, te rossz csont, rám ismer! Kandurka, te vagy az, és a róka hol van? Annak elláttam a baját, itt van mi, már alig mozdul. Szökik már, hol a fütykös? Nesze, nesze, akarsz még kakas lopni? Nesze! No, ez megdöglött. Látjátok, gyerekek, így járt az, aki hazudik. Gyerekek, a vidám meseműsor után még egy kis figyelmet kérünk tőletek, és az sem baj, hogyha szüleitek és nevelőitek is hallgatják felhívásunkat. A Budapesti Árendásközi Általános Iskola tanulói adták közzé ezt a felhívást. Legyen április 18-a szépen magyarul, szépen emberül nap. Mit is jelent ez tulajdonképpen? Ez azt jelenti, hogy akik vállalják, hogy a felhívásban közölteknek eleget tesznek, ezen a napon csak szépen beszélnek magyarul, kerülik a csúnya, durva kifejezéseket, és udvariasan viselkednek. Azt is vállalják a felhívásban, hogy mindenkit, aki vét a szép magyar beszéd szabályai ellen, vagy az udvarias viselkedés szabályai ellen, figyelmeztetik. Ez a játék nagyon komoly játék, nem verseny, tehát nincsen sem első helyezés, sem jutalom. Az eredmény az lehet, hogy a következő évben már nem csak egy napon, hanem esetleg egy héten, vagy akár egy teljes tanéven keresztül élhettek a jelmondat szellemében. Kérünk tehát benneteket, tartsatok ti is iskolátokban április 18-án szépen magyarul, szépen emberül napot. Ha ezt vállaljátok, értesítsetek bennünket levélben a következő címen. Közösségi Televízió 2801, Postafiók 1270. Most pedig lássuk, mi történt a városunkban az elmúlt két hét alatt. Munkatársaink jelen voltak a bevonuló sorkatonák ünnepségén, a 314-es szakmunkás képzőiskola szalagavatóján, a közlekedésbiztonsági tanácsülésén, fodrászversenyen, az idegenvezetők vetélkedőjén és a Mező Imre Általános Iskola farsangibáján. számítástechnikai eszközök. Február 26-án a Turul Filmszínházban bevonulási ünnepséget rendeztek. Miskolci László alezredes, a Komárom megyei hadkiegészítő és területvédelmi parancsnokság parancsnoka üdvözölte a katonajelölteket. A honvédelmi miniszter ünnepi parancsát Gyaraki László százados olvasta fel. A párt és állami szervek nevében Nagy Sándor, a Hazafias Népfront megyei bizottságának alelnöke köszöntötte, és bízta jövendő parancsnokaik gondoskodására a sorkatonai szolgálatukat megkezdő fiatalokat. Március 7-én az MSZNP Komárom megyei bizottsága Oktatási Igazgatósága székházában Kun Béla születésének 100. évfordulata tiszteletére emlékülést tervezett a rendezvénynek otthontadó intézmény. Előadást tartott dr. Pinter István, a Párttörténeti Intézet tudományos tanácsadója, Kun Béla, a Magyar Munkásmozgalom kiemelkedő vezetője címmel. Ebből emelünk ki egy fontos gondolatot. A történelem maga ajánlotta fel ezt a nagyszerű lehetőséget, és ezzel megélni a történelem adott pillanatában. Ezekkel a lehetőségekkel megélni a kommunisták számára csak elmaradtanak. Ezek után korreferátumok hangzottak el a pártiskola tanárai részéről az említett témában. Március 6-án tartotta a Komárom megyei közlekedésbiztonsági tanács 1986. évi tanácskozó testületi ülését. Horváth Dénes rendőralezredes, a megyei közlekedésbiztonsági tanács ügyvezető elnöke számolt be a testület tavalyi tevékenységéről és a megye közlekedésbiztonsági helyzetéről. Beszámolójából néhány különösen fontos gondolatot emelünk ki. A közutakon az agresszív, mások életét, testi épségét súlyosan veszélyeztető gépkocsi vezetőket a jelenleginél lényegesen magasabb pénzbírsággal szükséges büntetni, ismételt elkövetés esetén be kell vonni az elkövetők vezetői engedélyét. Az ittas vezetések megelőzése érdekében végzett propaganda szélesítésével megyénkben sikerült visszaszorítani az ilyen jellegű balesetek számát. 1984-ben ez az arány 23,8% volt, 1985-re 14,3%-ra csökkent. Az elmúlt évek tapasztalatai, valamint az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács útmutatásai alapján tovább kell fejleszteni a közlekedésbiztonsági tanácsok szervezetét és munkamódszereit. Kőrösi György elvtárs, nyugalmazott belügyminiszter helyettes, az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács alelnöke vitazárójában értékelte a megyei közlekedésbiztonsági tanács tevékenységét. Elismerően nyilatkozott munkájukról, hangsúlyozta az állampolgári fegyelem javításának szükségességét, kiemelve az alkoholizmus elleni harc fontosságát. Mindezen feladatok ellátásához erőt, egészséget és sok sikert kívánt a megyei és a helyi közlekedésbiztonsági tanács aktivistáinak. Köszöntelek benneteket a hagyományosnak számító szalgavató alkalmából. Nem mondom, hogy nem irigykedve nézünk rátok, de reméljük, hogy egy év múlva mi léphetünk a helyetekbe. Pusztai Dorottya egy végzős osztályfőnöke. Mit jelent egy pedagógus életében a szalgavató? Az én életemben legalább olyan jelentőségű most, mint a fiaim életében, hiszen én most harmadéve vagyok itt az iskolában, és először tartok szalgavatót, illetve veszek rajta részt. Hát a gyerekek életében se talán az a kezdeményben az a fontosabb. Végül is olyan nagy készülés nincsen rá, de egy szakasz zár le az életükben, hiszen még tovább körülbelül 2-3 hónapot fogunk az iskolába tartózkodni és tanulni együtt, de azt hiszem, hogy egy fordulópont mindenféleképpen, hiszen ezután már a szakmunkás vizsgára készülnek fel, és ez valóban az jelentős az életükben, kikerülnek a nagy életbe idézőjelbe, úgyhogy ők is azt hiszem egy kicsit izgulnak, meg én is. Március 4-én a Közművelődés Házának színháztermében került sor a Komturiszt, az eseménynek otthont adó intézmény és a Titkomárom megyei szervezete rendezésében az idegenvezetők megyei vetélkedőjére. Pálos Miklós újságíró játékvezetésével a szakmai zsűri előtt vizsgáztak a résztvevők hazánk bemutatásából, és természetesen kirándulást tettek külföldi tájakra is. A vetélkedő jól szolgálta az idegenvezetők felkészültségének felmérését, továbbképzésüket. Az első 3 helyezett jutott tovább az országos döntőbe, ahol még nagyobb erőpróba elé néznek, de a közönség meggyőződhetett arról, hogy versenyzőink ott is megállják majd helyüket. A kisdobosoknak rendezett bált február utolsó napján az újvárosi Mező Imre Általános Iskola úttörő csapata. A pedagógusok, szülők és gyermekek egyforma lelkesedéssel készültek a nagy eseményre. Csaknem 200-an öltöztek jelmezbe. Mesediszkó, tombola és még sok-sok játék tette emlékezetessé a gyermekeknek ezt a délutánt. Közművelődés házában vagyunk a fodrász és ruhakészítő tanulók bemutatóján. A rendezőszervek képviseletében Varga Ottótól kérdezem, hogy milyen alkalomból rendezték meg ezt a mai napot? Hát tulajdonképpen az 1986. évi forradalmi ifjúsági napok rendezvény sorozatába illeszkedik bele ez a kicsi látványosnak ható rendezvényünk. Ezt mi megpróbáltuk kibővíteni azzal, hogy egyrészt idehoztuk a Közművelődés házában, tehát egy nagy nyilvánosságot adtunk az egésznek. A másik pedig az, hogy felkértük a rendezőszervek, így a KIOSZ és a KISZÖVÖT, hogy ezt az ő saját területükön próbálják kibővíteni, és ehhez kapcsolódott be a most látható divatbemutató, illetve a későbbiekben a KIOSZ kisiparosainak a divatbemutatója is. Ez a rendezvénysorozatunk kapcsolódik abba a hagyományrendszerbe, amit tulajdonképpen 3-4 éve már elkezdtünk az iskolában kialakítani, és reméljük, hogy folytatjuk is. Sajnos városunkban és városunk környékén nem csak örvendetes események történnek, előfordulnak időnként súlyos balesetek is. Munkatársaink jelen pillanatban az adás felvétele alatt forgatnak a helyszínen. Nézzük meg együtt a szomorú képeket is. Február 7-én szerdán 6 óra 10 perckor indult el Oroszlányból a Vértes Volán menetrend szerinti járata, amelyen főleg munkába, iskolába igyekvők utaztak. Körülbelül 6 óra 30-kor ért Tatabányán a kertvárosi kereszteződésbe, ahol a jeges úton megcsúszott, és mintegy 100 főnyi utasával átszakította a védőkorlátot, az általérbe zuhant. Dimitrov Péterné az autóbusz egyik utasa. Környén szálltam fel az oroszlányi csuklós autóbuszra, nagyon nagy köd volt, egész Tatabánya kertvárosi elágazásig semmi probléma nem is volt. Ott a kanyarba egyszer csak azt vettük észre, hogy szaladunk neki a korlátnak, és megy lefelé a folyóba a busz eleje. Aztán egy őrült nagy fájdalmat éreztem a bal karomba, mint amikor kitekeredik valakinek a keze. Aztán elég sötétség borult rám, gondolom egy kis sokért, meg a fájdalom is. Aztán csak azt láttam, hogy az emberek ott lenne az elején, akik álltak, azok ott tocsogtak a vízbe, és két ember meg húzott ki. Először az első utasokat húzta ki, aztán engem is húztak ki, és vittek ki a mentőbe. Ez az egész, amit el tudok róla mondani. A csuklós busz vezetője már 30 éve jár ezen az útvonalon, 1,5 millió kilométert vezetett balesetmentesen, és ezen a napon már harmadik útját tette meg Oroszlány és Tatabánya között. Halász Jenő, a megyei rendőrfőkapitányság közlekedési alosztályának vezetője. Mi okozta a reggeli balesetet? A kérdésre nem lehet egyértelműen válaszolni, de véleményünk szerint és az eddigi vizsgálatok azt támasztották alá, hogy az autóbusz vezetője Oroszlányból Tatabánya irányában közlekedett, az erőmű és a Keletvárosi csomópontnál lévő kereszteződésben a gépjármű megcsúszott a jeges útfelületen, nehezen vált kormányozhatóvá, és ennek következtében az útmenti korlátot átszakítva az útnevezett egy centrál patak medrébe zuhant, ahol az autóbusz kétfele szakadt a forgózsámolynál. A sérülésre vonatkozóan azt hiszem majd az orvos fog többet tudni nyilatkozni. Véleményünk szerint a balesethez nagyban hozzájárult a jeges útfelület, de az eddigi adatok szerint a figyelmetlenség az útviszonyokhoz képest nem megfelelő alkalmazkodás okozta a balesetet. A mentési, kiemelési munkát a volán illetékes szakemberei viszonylag rövid idő alatt elvégezték. Onda András, a megyei kórház baleseti sebészeti osztályának főorvosa. Hány sérültje volt a reggeli balesetnek? 19 sérültet szállított az Országos Mentőszolgálat hozzánk, ebből 16 könnyebb sérült, akiket ellátás után rövidesen haza is engedtünk, 3 súlyosabb sérültet kezelünk, állapotuk kielégítő. Miután az autóbusz első felének kiemeléséhez nagyobb teljesítményű darura volt szükség, ezért ezt a kiemelési munkát később időpontra halasztották, és 11 órakor ideiglenesen megindították a forgalmat. Az ügyben a rendőrségi vizsgálat még tart. Az országos hírközlőszervek tájékoztatásából tudjuk, és a saját bőrünkön is érezzük, hogy tombol hazánkban az influenza járvány. Mi a helyzet Tatabányán és Komárom megyében? Erről kérdezem dr. Matem Artúrt, a Komárom megyei kölyár járványügyi főorvosát. Főorvos úr, mikor észlelték az első influenzás megbetegedést a megyében? Az első megbetegedések február 2.-3. hetében jelentkeztek, szaporodó számmal. A 7. héten akkor körülbelül a megyénkben egy olyan 3500-as megbetegedés volt, azóta ez a szám fölszaladt, 10 000 fölé. Jelenleg legtöbb megbetegedés Tatabányán van, 3200-as létszámmal. Mikor kellett elrendelni az egészségügyi intézményekben a látogatási tilalmat? A látogatási tilalmat a betegek védelmének érdekében február 27-én rendelték el valamennyi megyei kórházban és minden osztályon. Milyen tünetekkel jár a mostani influenza? Hát az influenza jelenleg is a jellegzetes tüneteivel jelentkezett igen magas láz, izomfájdalmak a végtagokon, helyenként hurutos, köhögéses, náthás tünet csatlakozik ehhez, és ami igen jellemző rá a magas fejfájás, valamint a betegeknek a igen erős betegérzete, tehát nagyon rossz a közérzetük. Hogyan kerülhetjük el a megbetegedést, hogyha még eddig nem estünk át az influenzán? Hát talán egy kicsit messzebbre mennék, először is azzal, hogy novemberben, amikor a oltások vannak, lehetőleg azokat a korcsoportokat, illetve hát azokat a foglalkozási ágakat beoltani, akik legveszélyeztetettebbek, ilyenek az öregek, a 60 éven felüliek, valamint egészségügyi dolgozók, közlekedési dolgozók, kereskedelmi dolgozók. Ez a oltás önkéntes. Azon kívül jelen esetben pedig lehetőleg kerüljük a nagy tömegeket, ne járjunk olyan helyekre, ahol ha nem muszáj, mert ugye munkahelyre muszáj járni, de hát lehetőleg ne utazunk tömegközlekedési eszközökön, azon kívül pedig hát ilyen esetben a mozi vagy egyéb ilyen összejövetelekről, ahol nagy tömegben viszonylag szűk helyre vagyunk összezárva, azokat kerüljük. És mit tegyenek azok, akik már szenvednek ebben a korban? Hát a legegyszerűbb kezelése ennek az, hogy bízzuk az orvosra a kezelést. Ne ragaszkodjunk mindenféle magasabb rendű antibiotikumokhoz, mert végső fokon ennek a megbetegedésnek az egyik legjobb gyógyszere különböző szalicilát készítmények, kalmopirin, amidazofén, mint lázcsillapító, azon kívül C-vitamin, de a C-vitamin ne csak tablettába fogyasszuk, hanem lehetőleg gyümölcs formájában, vagy gyümölcs lé, illetve hát citromlé formájában. Hogyan ítéli meg, felkészültek-e a gyógyszertárak a járványra? Van-e elegendő gyógyszer? Megyénkben a gyógyszertárak felkészültek a járványra, eddig fennakadás nem volt, jelenleg is van elég gyógyszerünk, és el tudják látni a betegeket. Hallottuk azt is, hogy az országban több halálos áldozatot is követelt az influenza járvány. Itt a megyében milyen szövődményes megbetegedésekkel találkoztak, illetve van-e halálos áldozat az influenzának? Az influenzának a szokásos szövődményes megbetegedései jelentkeztek az idén is, elsősorban a hörghurut, tüdőgyulladás, arc-homloküreg mellékgyulladás, gyerekeknél főleg otitis, középfülgyulladás, azon kívül más ilyen hűléses betegséghez hasonlító szövődmények jelentkeztek. A múlt héten volt megyékben egy halálos szövődmény, de ez egy 77 éves idős ember, aki azon kívül még légzőszervi krónikus megbetegedésben is szenvedett. Mikorra várható, hogy levonul a járvány hullám? Mikor lehetünk nyugodtak? Hát a járvány hullám a jelenlegi jelentés és átvészeltség szerint úgy néz ki, hogy egy 2-3 héten belül megyénkben is csökken, illetve megszűnik. Reméljük tehát, hogy azok, akik egészségesek, azok a továbbiakban is elkerülik a járványt, és azok, akik pedig most betegségben szenvednek, hamarosan felépülnek. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Töprengések közügyben. Ezt a címet adta Samu Tamás most következő monológjának. Előtte azonban engedjenek meg nekem néhány gondolatot, válaszként azokra a bennünket ért kritikákra, amelyekben az szerepelt, hogy túlságosan sok a beszélgetés műsorainkban. A Tatabányai Közösségi Televízió nem tud és nem is akar versenyre kelni a Magyar Televízióval. Azok, akik a Magyar TV-hez hasonló műsorösszeállítást, műsorszerkezetet várnak el tőlünk, azoknak azt javasoljuk, hogy más szórakozást keressenek. Mi csak arra tudunk vállalkozni, hogy a tatabányai embereket érintő gondokról, problémákról, örömökről nyújtsunk tájékoztatást, és ezeket a kérdéseket megbeszéljük. Kedves néző, ha mondjuk az ön lakótelepén zárnak be közvetlenül egymás után két zöldséges boltot, úgy gondolom, nem veszi rossz néven, hogyha erről 3-4 percben faggatjuk az illetékeseket. Így tehát érthető, hogy műsorunkban túlnyomó többségben vannak a beszélgetések. És az pedig, hogy miről beszélgessünk, hogy miről essen szó műsorainkban, önöktől kérjük. Kérjük több alkalommal is, szinte minden műsorunkban, sajnos sok esetben hiába. Várjuk tehát ötleteiket, javaslataikat. Most pedig töprengjünk akkor együtt tovább Samu Tamással közügyekben. Bizonyára kedves nézőink közül többen is emlékeznek még arra a múltévi adásunkra, amelyben a Volán illetékes osztályvezetője, Skrinyár Mihály beszámolt vállalata újdonságnak ható közvéleménykutató akciójáról. A Volán arra volt kíváncsi, hogy miként vált be a gyakorlatban az új helyi járati menetrend. Szükséges-e változtatás, kell-e módosítani a járatok útvonalát, elég sűrűn közlekednek-e az egyes autóbuszok. Ebből a célból egy kérdőívet készítettek, amelyben udvarias hangon arra kérték a lakosságot, ki írja le a véleményét arról, milyennek találja az új autóbusz menetrendet, mikor milyen változtatások árán lenne az ő számára a legkényelmesebb, a legmegfelelőbb a helyi tömegközlekedés. 120 000 darab ilyen kérdőív került ki a városba, sőt kaptak belőle a bejáró dolgozók is. Tulajdonképpen kapóra jött ez a kérdőív, mert az új menetrend megjelenése után az utcán, a boltokban, az autóbusz megállókban más sem lehetett hallani, mint azt, hogy nem jók az új járatok, nem akkor, nem úgy közlekednek, mint amikor és ahogyan kellene. Sokan nem találnak megfelelő járatot a munkahelyükre való közlekedéshez, és újabban többet kell várakozni az autóbusz megállókban is. Szinte egyöntetű volt a vélemény, hogy a régi menetrend sokkal jobb volt. A közösségi televízió munkatársai is felkerekedtek, és megkérdeztek néhány embert az autóbuszvárokban. Mi a véleményük erről a menetrendről? A már 10-20 perce ott toporgó emberek persze nem sok jót tudtak mondani. Még javában folyt a vita, amikor megjelent a Volán kérdőíve, és arra lehetett számítani, hogy most mindenki véleményt fog alkotni, összeül a család, meghányják, vetik a problémát, és postafordultával válaszolnak. Ilyenféle reagálásra lehetett számítani, de mégsem ez történt. Hogy milyen fogadtatásban részesült az új menetrendről szóló kérdőív? Ezt megtudhattuk januári adásunkból. A kiküldött kérdőíveknek csupán jelentéktelen hányada, 3,8%-a érkezett vissza, nem egészen 4000 darab. Ilyen kis mennyiségű anyag alapján pedig nem lehetett lényeges következtetéseket levonni, annál is inkább, mert ezek nagy része sem tartalmazott semmiféle hasznosítható javaslatot. Csupán néhányan kérték, hogy az egyes autóbusz kanyarodjon be Dózsakertbe, hasonlóan kevesen kívánták azt, hogy a 4-es autóbusz ne kanyarodjon be a kertvárosi lakótelepre, és egészen pontosan 106 erőműtelepi lakos kérte a 2-es autóbuszjárat útvonalának módosítását. Ezeket a kéréseket csekély számuk miatt sajnos nem lehetett teljesíteni. Vajon mi lehetett az oka annak, hogy a város lakóinak többsége válasz nélkül hagyta a Volán levelét? Bevallom, mi is sokat töprengtünk ezen, és nem találtunk rá megfelelő választ. Természetesen a Volán vállalatnál is töprengeni kezdtek a sikertelenség láttán. Találtak is kétféle magyarázatot. Vagy egyszerűen csak közönyösek az emberek, és ezért nem válaszoltak, vagy pedig időközben megszokták az új járatokat, megszerették a menetrendet, és tulajdonképpen nem is akarnak semmiféle változtatást. A Volán ezt a második magyarázatot tartotta hihetőbbnek, és ezért néhány apró változtatáson kívül semmi egyéb nem történt. Mi viszont sokkal nehezebben tudunk belenyugodni ebbe a közönösségbe. Azon gondolkodtunk, hogy vajon a város lakói miért nem éltek a lehetőséggel, miért nem használták ki a kínálkozó alkalmat, hogy beleszólhassanak olyan dolgokba, amelyek mindennapi életüket befolyásolják. Vajon nem is tartunk igényt arra, hogy figyelembe vegyék egyéni akaratunkat? Önként lemondunk erről a jogunkról? Nem hiszem. Mindannyiunkban megvan a jobbító szándék, a közügyeink iránti érzékenység. Talán inkább kissé szokatlannak tűnik, hogy újabban minket is megkérdeznek. Számítanak a véleményünkre. Korábban kisebb bizottságok, testületek döntöttek a nagyobb tömegeket érintő ügyekben. Ma pedig egyre többször kérdezik meg tőlünk, mi az óhajunk, mi a véleményünk, mi a kívánságunk. Ezt tette most a Volán is, amikor kérdőívet küldött hozzánk. Jó szándékát nem vitathatjuk, hiszen most is új menetrend kidolgozásán fáradozik. Reméljük, máskor is, mások is igénylik majd a segítségünket a döntések meghozatala előtt. Így válunk egyre inkább saját életünk, dolgos hétköznapjaink tudatos irányítóivá. Lassanként tovább szélesednek demokratikus kereteink a gyakorlatban is. Ne hagyjunk tehát megválaszolatlanul egyetlen hozzánk intézett kérdés sem, ha ezzel jobbíthatunk saját magunk és embertársaink mindennapi életén. Életemnek körülbelül a fele útján járok. Ilyenkor az ember elkezd számadást készíteni, hogy honnan, hová jutott és hogyan, illetve hogy mi a viszonya a környező világgal. Ezzel nem fogom önöket untatni, csak arról szólok néhány szót, hogy mi a viszonyom a nőkkel, nem feledve azt a sok mindent, amit tőlük kaptam. Mit kaptam a nőktől? Először is életet, anyatejet, aztán fehér inget, stoppolt zoknit, biztatást, dorgálást. A nőktől kaptam az önbecsülésemet, a hitemet, a fiamat, szerelmet és gyomorfekélyt, idegbajt. A nőknek köszönhetem, ha volt és van otthonom, ahova hazatérhetek és ahonnan elvágyódhatok. Gyermekkoromban anyámtól megtanultam, hogy szép vagyok és okos. Kamaszként a lányok, a csajok megértették velem, hogy ronda vagyok, idétlen, taknyos és csóró. Felnőttként aztán azt tanultam a nőktől, hogy az igazi férfi nem lehet se gátlásos, sem pedig szegény. Az igazi férfi az egyszerre gyengéd és kemény, világlátott és otthonülő, Európa hírű tudós, és meg tudja szerelni a mosógépet. Az igazi férfi tenyészcsődör, de más nőre rá sem néz, szereti a gyerekeket, de másnak nem csinál. Mire mindezt megtanultam, addigra arra is rá kellett döbbennem, hogy már semmi esélyem arra, hogy igazi legyek, de ha meghúzom magam, akkor akármilyen is lehetek. Érdekes, hogy a nők szemével mennyivel színesebb a világ. Nem fekete vagy fehér, sőt, a piros sem biztos, hogy piros, csak ha nekik úgy tetszik. Az is hangulatna, meg divat kérdése, hogy melyik szín szép, melyik nem szép. A hangulat meg taktika kérdése, például egy különleges színű ruha, ha rajta van, akkor exkluzív májva színű, ugyanez, ugyanakkor a legjobb barátnőjén hányadék. Bocsánat, de egy kicsit elkanyarodtunk a kiinduló kérdéstől, hogy mit kapok én a nőktől. Tehát anyámtól kaptam az anyanyelvemet, rendkívül egyszerűnek tűnt, mindaddig, amíg a nők rá nem döbbentettek, mennyire bonyolult ez a mi magyar nyelvünk. Ha egy nő azt mondja, szeretlek, azt gondolja, hogy mit kapok. Ha az ajánlatomra egy nő nemet mond, az ugyanúgy jelenthet igent is, vagy azt, hogy minek annyit kérdezősködni. Ha egy nő kimondja a boldogító igen, az fölér egy életveszélyes fenyegetéssel. Az a fantasztikus, hogy vérig sértődnek, ha nem veszem komolyan, és hülyének néznek, ha komolyan veszem őket. Ja, és a legfontosabbat el ne felejtsem, a nőknek lelke van. Isten bizony, hatalmas. Néha akkor is, ha az eszükre volna szükség. Az én koromban az ember már kevés újat tanul, inkább csak felejt, és akkor szégyenszemre be kell vallanom, hogy én még mindig nem ismerem a nőket, és már soha az életben nem fogom őket megérteni. Csak azt tudom, hogy nők nélkül az élet sokkal egyszerűbb lenne, sokkal nyugodtabb. de mennyivel unalmasabb. Köszöntöm Önöket, egészségükre! Egyszer volt, hol nem volt, lakás lett. Nem sajnos, kedves nézőink, nem újabb mese következik, bárcsak az lenne, de sajnos ez szomorú valóság. Mindaz, ami most következő filmriportunkban következik. Munkatársaink két tatabányai lakásban készítették a következő felvételeket. Nézzük meg együtt! Ez a kertvárosi lakás hónapok óta van ilyen állapotban, éjjelente csavargók búvóhelye. Lakás volt. Sárberki otthonát a közelmúltban 800 000 forintért vehette birtokba boldog tulajdonosa. Lett lakása, de milyen? Vajon a penőzépítés került ilyen sokba? Várjuk kedves nézőink véleményét a látottakkal kapcsolatban, és az illetékesekét is. És hogyha már Sárbereknél tartunk, kedves Sárberki nézőink, az önök figyelmét kérjük. A következő plusz egy óra adását az önök lakótelepén, Sárberekben fogjuk forgatni. Kérjük mindazoknak a jelentkezését, akik szeretnének részt venni a nyilvános felvételen. Várjuk továbbá ötleteiket, javaslataikat, problémáikat a lakótelep életével kapcsolatban. Olyanokat is keresünk, akik vállalkoznak arra, hogy munkatársainkkal beszélgessenek a lakótelepet érintő gondokról, problémákról, örömökről. Levélcímünk változatlan, közösségi televízió, Tatabánya 2801, postafiók 1270. És most pedig nézzük meg együtt Szabó Péter és Gáborkinak kulturális ajánlatát. A most következő programajánlatunkkal szolgáltatásaink körét szeretnénk bővíteni. azokról a kulturális eseményekről, szórakozási, ismeretszerzési lehetőségekről tájékoztatjuk önöket, amelyeket különösen fontosnak tartunk. A jövőben rendszeresen jelentkezünk majd. Programajánlatunkat kedvcsinálónak szánjuk, amikor a következő két hét legérdekesebb műsoraira hívjuk fel figyelmüket. Nézzük, milyen színházi programokat láthatnak a következő két héten Tatabányán. Franka Ráma és Dario Fo Női sorsok erogén zónák című darabjának korábbi bemutatói során igen sokszor kicsinek bizonyult a Népház színház terme. Legalábbis sokan távoztak a pénztártól úgy, hogy nem sikerült jegyet váltaniuk. Mint kiderült, semmiről sem maradtak le, ugyanis módjuk lesz pótolni ezt a színházi élményt. A Dunaújvárosi bemutató színpad és a tatabányai Orfeusz színház közös produkcióját nem véletlenül ajánljuk. Egy vérbő olasz darabról van szó, vaskosan szókimondó, a nő helyzetét elemzi különféle szituációkba. És hogy milyen szituációkból? Arról legyen elég, hogy 16 éven felülieknek ajánlják ezt a darabot. A főszerepeket Fehér Anna, Margitta Jági és Pécsi Ildikó játsza. Rendező Beke Sándor. S amikor látható, 18-án kedden, 19 órától, 21-én pénteken, 16:30-tól és 19 órától, 22-én szombaton pedig ugyancsak 19 órától a Népházban. A Közművelődés házában kétféle színházi bérlet, kétféle előadássorozat indul. A Gál István bérlet és a Jókai bérlet keretében bemutatnak színművet, szatírát, komédiát, kabarét, zenés bohózatot és operettet is. Bérletes előadásként játsszák a Kakukkfészek című színművet is. Ken Kesey Szál a kakukk fészkére című világhírű regényéből annak idején nagy sikerű film is készült, a főszerepben Jack Nicholsonnal. A regényből Dale Wasserman írt kétrészes színművet Kakukkfészek címmel. Tatabányán most a Komárom megyei Játékszín és a Székesfehérvári Vörösmarty Színház közös önálló produkcióját láthatjuk. Miről is szól ez a darab? McMurphy, a fővagány a büntetőgazdaságból az elmegyógyintézetbe kerül, hogy megszabaduljon a munkától, s szabadabbnak érezze magát. Ám ebben a zárt világban a főnővér a korlátlan úr. Az elmegyógyintézet parabólaként a társadalom rajza is egyúttal, amely korlátozza, megzabolázza a jókedvet, a fantáziát, és büntető hadjáratot indít McMurphy és társai ellen. Az előadást Pinter István rendezte, McMurphy szerepét Eperjes Károly játsza. A darabot márciusban még 3 alkalommal játsszák. Március 11-én és 22-én este 7 órától, március 19-én pedig 18 órai kezdettel. Alig ha látott korábban a tatabányai közönség pop operettet. Most erre is sor kerülnék, pedig a Rock Színház társulatának jó voltából. A Bábjátékos című darabot Andersen meséjére írták. Szerepel benne egy bábjátékos, aki összeakad egy diákkal, lincselés kezdődik, de csendbiztos. Letartóztatja mindkettejüket, és rettenetes kalamajkák kezdődnek el ebből az alapszituációból. Azt hiszem, mégsem a történet a lényeges, hanem a zene és a tánc, amit a Rock Színház művészei most is magas színvonalon produkálnak. Ragyogó szórakozást ígér ez a bemutató, melyre a Népházban kerül sor, időpontja 24-e hétfő, 19 óra. És még mindig színház. A gyerekeknek ajánljuk a Kék Róka és a Szomorú Nyúl című mesejátékot, amelyet március 23-án vasárnap 10 és 14 órától láthatnak a gyerekek. Közeleg a húsvét, és ez a gyerekek számára kiemelkedő ünnep. Ebből a megfontolásból a Népház népművelői játékfoglalkozást szerveznek, melynek időpontja 22-e. Gyöngyfűzéssel ismerkedhetnek meg itt a résztvevők, bőrmunkák készítésére kerül sor, filmvetítés lesz, és a tojásfestés titkait is megtanulhatják azok, akik elmennek. A legkisebbekre is számítanak a Népházban, az időpont még egyszer március 22-e, délelőtt 9-kor kezdődik a rendezvény. Érdekes hangverseny sorozat indul kísérleti jelleggel az egészen kicsik számára március 22-én, Mesélő muzsika a menüettől a Cseltoni címmel. A táncos, zenés hangversenysorozat a muzsika világába kalauzolja az 5-10 évesek gyerekeket. A hangversenysorozat első része március 22-én szombaton 10 órakor kezdődik a Közművelődés házában. És ha már hangversenysorozatnál tartunk, a Filharmónia többek között a Benkó Dixieland Band tatabányai koncertjét is megszervezte. A klasszikus jazzmuzsika kedvelőinek ez a világszerte ismert együttes sokatszor biztosít remek szórakozást. A Benkó sajátos szerepet játszik a magyar jazz életben annyiban, hogy a zenei ismeretterjesztés területén sajátos feladatot is vállalnak, és ez a koncert is ennek a jegyében kerül megrendezésre. Időpontja 13-a, 19 órakor kezdődik, színhelye ugyancsak a Népház. Bérlet és belépő egyaránt érvényes. És most a zenei ajánlat után essék szó egy filmről, egy zenés filmről. A címe Hazárnak rendületlenül. Az új magyar filmet Koltai Gábor rendezte. 1985. április elején néhány estén keresztül soha nem látott nagyszabású történelmi játék színhelye volt a fővárosban a Hősök tere. Az előadásról készült a film is. Az alkotók 1000 év költészetének gyöngyszemeiből válogattak, a versek 1000 év magyar történelmét idézik fel. A versek, versrészletek túlnyomó többsége megzenésítve hangzik el. A zenét Viktor Máté szerezte. S a neves színművészek mellett ismert pop és rockénekesek szerepelnek a filmben. Deákvil Gyula, Nagy Feró, Katona Klári, Sebestyén Márta, hogy csak néhányat említsünk a népes szereplőgárdából. Az új magyar filmet a Közművelődés házában vetítik, március 11-én 17 órai kezdettel. A film után Koltai Gábor rendezővel találkozhatnak az érdeklődők. Zene és film után essék szó táncról. A Puskin Művelődési Házban D1, A-standard és A-latin kategóriájú működési engedéllyel rendelkező hivatásos művészek mérik össze tudásukat értő zsűri előtt. A verseny persze ragyogó látványosság is, a táncbarátait szeretettel várják a Puskin Művelődési Központ dolgozói. Március 22-én szombaton délelőtt 10 órától. A középiskolásoknak ajánljuk Bicskei Tibor rendhagyó irodalom óráját. Március 14-én rendezik ezt 16 órai kezdettel a Közművelődés házában. A műsorban Petőfi, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc versei hangzanak majd el. Hogy jelképesen szóljak én is, mégpedig rajza alapján, azt kell mondanom, hogy Würtz Ádám művészete olyan, mint az a keze, amely a világ és a valóság zsúfolt tornyai és az élet rajzokkal kitöltött sejtjei közül kitárt ujjaival nyúl a felhők közé. Jeles költőnk Takás Gyula írta ezeket a sorokat, mégpedig Würtz Ádám grafikáinak láttán. Háromszoros munkási díjas művészünk kiállítása még mindig megtekinthető a Népházban. És ha már kiállításoknál tartunk, essen szó a Kerstock terem bemutatójáról is. Tornai Endre András fafaragó művész mutatkozik be a 14-én nyíló tárlaton, melyet 20-áig láthat a közönség. Valószínűleg kevesen ismerik ezt az alkotót, hiszen Tatabányán még nem mutatkozott be. 11 éve él Magyarországon, Erdélyből települt át, és igen gyorsan a hazai képzőművészeti élet élvonalába került. Kőszegen él, Tatabányára most közel 30 művét hozza el. A bemutató időpontja még egyszer 14-én 17 óra, legalábbis ekkor kerül sor a megnyitóra, és még ezután 6 napig látható. A megnyitó beszédet Véner Tibor művészettörténész mondja el, aki még ezen az estén a tatabányai Árpád szálló Árpád klubjának vendége lesz, ahol Tatabánya és a megye közművelődési, illetve művészeti életéről tart egy vitát, előadást. És ha már kiállításokról esett szó, essen szó egy másfajta kiállításról, egy macska kiállításról. A Tatabányai Úttörő házban rendeznek ilyen kiállítást. Stúdiónk vendége is egy kis macska. Sajnos fajtáját megállapítani nem tudjuk, de előkelő származású rokonaival találkozhatunk az Úttörő és Ifjúsági házban március 16-án 9 órától. A sajtóban hagyomány már az, hogy év elején egy kívülálló, de értő ítészt megkérnek arra, hogy értékelje az előző évfolyam során produkált munkájukat. Így történt ez Tatabányán is, és az alkalmi ítéssel rövid riportot is készítettünk. Most ezt nézzék meg. Országszerte ismert, megyénkben pedig különösen sokak által olvasott folyóirat az új forrás. Helyi népszerűsége nem véletlen, hiszen a Komárom megyei tanács kiadványa. megyén kulturális, irodalmi és művészeti életét hivatott többek között bemutatni. Kezemben tartom az új forrás 1986. februári első számát. Ez már a 18. évfolyama ennek a folyóiratnak. Többen belelapoztunk már, többek között Kamarás István szociológus is. Ezúton kérdezném meg, hogy mit ajánl olvasásra, illetve mit nem ajánl olvasásra ebből az első számból. Másik kérdésre is hadd válaszoljam, ajánlom-e az új forrást? Igen. Átlapoztam az összes irodalmi művészeti folyamat ezévi első számát, versenyképes velük. Tehát ezt is érdemes elolvasni. Méghozzá nem is akármilyen számot tartunk a kezünkbe. Szerencsére, hogy a legutolsó szám a legjobb, legalábbis emlékeimben, bőven tudok ajánlani. Én nagyon remélem, hogy az év vitája címet is megpályázhatja az az induló vita. Közművelődésről kicsit szürkén hangzik ez, de ha Tóth Jánostól idézek, legyen közösségi önművelődés a közművelődés, akkor érezzük, hogy itt vérre megy ez a vita, amely most éppen ebben az első számban indult. Fölfedezések is vannak számomra, és gondolom mások számára is a labba, sőt még fölfedezés fölfedezése is. Fölfedezés, hát Sinka ismeretlen versei. Fölfedezés, Gál István rendező, ahogyan Pörös Géza megszólaltatja, és amiről megszólaltatja. Ugye a legújabb filmjét többen látják, látták. Nem csak erről szól ez, hanem mindarról, amiről a többi írás is. Tudnék, a folyóiratnak ez a második fele, ez a nem szép irodalmi része, és furcsa, hogy én most ebből ajánlok, valahogy nagyon szerves koncepciót képvisel, ahol Fábry Zoltán, Jászi Oszkár, Hanák Péter ír éppen Jásziról, és róluk, valamint a műről, és Jásziról Gergely András, mondjuk ez olyan csapat állít össze, és azután Fábriról, Őrálló poszton az írásnak a címe. Azt hiszem, hogy ennek a számnak is, meg talán az új forrásnak is, ez az Őrálló poszton lehetne a koncepciója, és ebből különböző változatokat, ebből még egy nagyon érdekes írásra hívnám föl a figyelmet külön is. Botlik József recenziót ír egy olvasáskutatási munkáról, hogyan olvassák a magyar irodalmat a határon túli magyar olvasók. Gereben Ferenc által szerkesztett kötetet ismertet. De legalább ilyen érdekes felfedezés, más értelemben határon túli, az első világháborús hadifogoly irodalom. Nem a nosztalgia, hanem az Őrálló poszton szemlélet szellemébe. Hát valamit azért kéne szép irodalomból is. Ugye itt sokkal nehezebb a folyamatszerkesztőknek a feladata. Hát a prózából én Csengei Dénesnek az írását javaslom, hát az arcjátékom jelzi, hogy itt azért problémák vannak, de ez olvasható novella. Ajánlom Petőc Andrásnak a versét, elsősorban Hajnóci Péter miatt neki dedikálta. Azt hiszem, hogy itt megint egy szálnak a fölvétele. Hajnóc is beletartozik ebbe a képbe, ahová Jászi is, meg Fábri is. Ettől rokon szenves nekem az új forrás, mely nem a provincializmus mindig sikeresen kicselezi, hogy így mondjam. És fölfedezés számomra mindig, mert most már sokadik számban olvasom például a Rigó Józsefnek a verseit, a játékossága. Körmendi Juditnak az Ember című verse azért érdekes, mert antropológiai közművelődésről ír később, beszél később a vitában Bekepál, és valahogy itt az ember és az ember is rímel egymásra. Nem tudom, hogy véletlene, ha koncepció, akkor megint meg kell emelni a kalapot a szerkesztők elé, vagy pedig bejött valami nagyon. Hát talán ennyit az első számból. Ha már vitákról van szó, mostani beszélgetésünknek külön aktualitást ad, hogy Kamarás István vállalkozott egy egész estét betöltő vita vezetésére, melynek témája az új forrás 1985-ös évfolyamainak elemzése, értékelése. Ebben az 6 számban azt hiszem egy laikus is észreveszi, hogy meglepő az, hogy milyen nagy teret kap a szociológia és a szociológiával kapcsolatos írásoknak a közlése. Itt azt hiszem ki lehet emelni Varga Csabának a vita indítóját, illetve azt a vitát, ami a tatabányai értelmiség helyzetéről folyt, és elég végletes válaszokat szült. Akár elítéljük Varga Csabának a következtetéseit, akár teli találatnak véljük ezt, mindenféleképpen hasznos az, hogy rengetegen elgondolkodtak a helyzetükről, erről a témáról, és hozzászóltak. Ön hogyan ítéli ezt meg? Én Pestről olvasom az új forrást, és amit Varga Csaba leírt Tatabányáról, ez itt másképpen hangzik, mint amilyen olvasatai lehetnek ennek Pesten, Nyíregyházán, Kisvárdán, Sárváron, ugyanis, és még sorolhatnék jó néhány várost, ugyanis Tatabánya mindezekre a városokra hasonlít. Tehát ilyen szempontból ez a lap szerencsésen országos lap, ugyanakkor kétségtelen nem azt akarom mondani, hogy Varga Csaba mellé beszél, nem, nagyon is konkrétan Tatabányáról szól. Itt nyilván ez a vita más hangsúlyjal talán vérre ment. Én nem hinném, hogy Varga Csaba nagyon mellé lőtt, de nagyon, nagyon hitelesnek éreztem a vele szenvedélyesen vitatkozóknak az ellenvéleményét is. Nagyon jó, hogy ilyen szellemi izgalmakat tud nyújtani ez a folyóirat, mert ezzel talán eléri azt, hogy nem téveszthető össze más folyóiratokkal. Márpedig más folyóiratok egymással olykor bizony bosszantó módon összetéveszthető. Ön szerint mennyiben különbözik ez a folyóirat, hiszen régen, amikor az irodalom talán magasabb presztist foglalt el a kultúra egészén belül, akkoriban minden folyóiratnak volt egy-egy olyan funkciója is, hogy egy-egy szellemi irányzatot képviselt, amellett állt annak a szócsövévé változott. Az új forrás képvisel valamit? Felolvastam címeket, ajánlottam szerzőket az első számból, Jászitól Hajnóciig, Fábritól a határon túli magyarokig, és hát kihagytam, nagyon szégyellem, de hát valahol pedig drága ki a foglalatban Kós Károly. Hát azt hiszem, hogy ez egy önmagáért beszélő szellemi vonal. Most, hogy ez a koncepció jelenleg a főszerkesztőjé és csapatáé, vagy pedig a körülötte lévő közösség, ezt most még nem tudom eldönteni. Már ettől is különbözik ez a lap. Nyilván akkor lesz egészen különböző folyóirat, ha Tatabányán kinő az a fajta közösség, akire is jobban fog hasonlítani ez a lap, de hát ne akarjunk egyszerre túl sokat. Bicskén vagyunk a második Rákóczi Ferenc MGTS Ónok Kártevőírtó szakcsoportjánál. Reyer Imre a szakcsoport elnöke. Önök rendelkeznek egy új fáraóhangyaírtószerrel. Mi is ez? Meg kell, hogy mondjam, hogy pillanatnyilag még nem rendelkezünk vele, de a legjobb úton haladunk, hogy fel tudjuk tölteni a raktárainkat kellő mértékben, amennyire szükség lesz az elkövetkezendő időkben. Értesültünk róla, hogy Tatabányán milyen nagy problémát jelent a hangyaártalom. Idestova most már több éve, hogy küzdködnek több-kevesebb sikerrel szakvállalatok, és nem sikerült teljes egészében felszámolni. Ennek kapcsán kutatásba kezdtünk, hogy pillanatnyilag milyen hatékonyabb és egyéb körülményeket is figyelembe véve megfelelő szert tudnánk beszerezni, és így bukkantunk rá a Cyanamid amerikai cég készítményére, amely hidrametilnon hatóanyagú és granulátum formájában rakható ki a technológia szerint a megfelelő eszközökbe. Beszéljünk az árról egy kicsit, azt mindenki tudja már nálunk Tatabányán, hogy a másik módszerrel, a Viodat 10P-vel elég drága mulatság ez az írtás. Egy körülbelül árat szeretnénk hallani, hogy ezzel a szerrel mennyibe kerülhet. Igen. A korábbi írtószer azon túlmenően, hogy elkeserítően elhúzódó hatású, és nem szerencsés dolog lakásoknál a zaklatása, a lakóknak a többszöri zaklatása, az írtással kapcsolatosan. Még egy pillanat erejéig, mielőtt az árat mondanám, várható árat mondanám, el kell mondanom azt, hogy itt háromszori átvizsgálással teljes eredményt lehet elérni, ami meglehetősen rövid időtartamra szűkíti a mentesítés idejét. Tehát nem hónapokról beszélünk, hanem napokról, esetleg hetekről lakótelepi szinten. Az egység ár az még nem tisztázott, hisz a szer ára valutában kifejezhető, és bár átszámítottuk, de helyi körülményekre nem adaptáltuk. Minden kártevő írtással kapcsolatos költséget helyi helyzetre kell adaptálni, és az még nem történt meg nálunk. De már most mondhatom, hogy a harmad részében sem fog kerülni az összes költséget alapul véve a korábbi ismert szerrel szemben az általunk használatos írtószer granulátum, illetve vele együtt az egész technológia. Azonban, hogy a hangya mentesítéssel kapcsolatosan saját magunk a lakásban eredményt tudjunk elérni, és érdemes legyen kiskereskedelmi forgalomba hozni az országban, ahhoz mindenképpen az kell, hogy a tömeges méretű hangyainváziót megszüntessük. Ha csak egy-két lakásról van szó, akkor már is mutattam ennek a hangyaírtó szernek az eszközét, amiben kihelyezésre kerül. Egy ilyen doboz, ahol biztonságosan elhelyezhető ez a granulátum. Egy ilyen dobozkába 5 g kész írtószert, granulátumot helyezünk el, ezt visszazárjuk, és beállítjuk olyan magasságban a tetejét, hogy a hangyák be tudjanak hatolni. Hányat kell egy lakásban elhelyezni ebből? Ebből egy lakásban 3-5 darabot kell elhelyezni a lakásnak azon pontjaira, ahol a hangya ártalmat észleltük. Most visszatérek az előbbi gondolathoz, hogy mindenképpen azon leszünk, hogy ez kiskereskedelmi forgalomba is jusson, de egy tömeges hangya inváziónál, egy tömeges fertőzöttségnél, ahol városi szinten van a fertőzöttség mérve és súlyos, ott házilagos megoldásként ez nem ajánlatos. Azért némi szakértelem is kell, hogy itt az átvizsgálások kellő időben történjenek. De a továbbiakban ki megvásárolhatja ezeket az eszközöket, és maga is végezheti, ha olyan szintre tudjuk gyéríteni. Hangsúlyozom, nem toxikus, nem mérgező, ahhoz, hogy komoly probléma keletkezzen. Ahhoz nem egy lakásban, nem is egy lépcsőházban, hanem esetleg egy tömbben kéne összeszedni az írtószert és elfogyasztani egy embernek. Most, hogyha már az írtásnál tartunk, ön ígéretet tett arra, hogy Tatabányán önök egy kísérleti írtást bemutatnak. Ez igaz? Igen, mi megmondom őszintén, nem csak üzletnek tekintjük ezt a problémát, hanem az új felé törekedvén jutunk az üzlethez. Korábban aktelik vonatkozásában óriási előrelépést jelentett nekünk a búza preventív kezelésében egy új szernek az alkalmazása. Ugyanezt a lehetőséget látom itt ebben, és megtettem már az intézkedéseket ezzel kapcsolatosan, és vízhangra talált a Cyanamid cég elnökénél. Elmúlt hét folyamán Bécsben találkoztam az elnökkel, és megígérte, hogy 2-3 héten belül a tatabányai hangyamentesítés első lépéseként teljesen díjmentesen, ingyen 100 lakásnak megfelelő eszközt és írtószert küldenek címünkre. Az osztrák-ausztriai vécsi kirendeltség munkatársai pedig addig megfelelő mennyiségű szert juttatnak ide, hogy Erdős doktor az oki laboratóriumában előzetes vizsgálat alá vetesse, hogy ideiglenes engedélyt kaphassunk a díjmentes, hangsúlyozom, díjmentes bemutató kezelés elvégzésére. Most, hogyha ez sikeres lesz, ez a bemutató kezelés, akkor utána milyen feltételek mellett tudják vállalni a tatabányai fáraóhangylás lakások írtását? Hát igen, ez mindenképpen nagyon komoly feladat lesz, és mivel ilyen komoly, rendkívül komoly feladatról van szó, egy nagyon körültekintő szerződést szeretnénk erre kötni, mind a magunk, mind a megrendelő megnyugtatására, helyesebben megrendelők megnyugtatására, mert itt a megrendelő mögött majd nagyon sok ember fog állni. Alapvető vállalási feltételünkké szeretnék tenni két dolgot. Egyrészt azt, hogy a hangyamentesítés szerződését egy valakivel, egy jogi személlyel szeretnénk megkötni. Előzetes ilyen irányú tájékozódásunk, beszélgetésünk szerint hadd mondjam ki, hogy az IKV-t tartanánk erre a legalkalmasabb személyiségnek. Tudniillik, a legtöbb adattal rendelkeznek, sőt korábbi írtási akciókból tapasztalatokkal is rendelkeznek, és a lakókkal a kapcsolatuk is megvan. Úgyhogy szeretnénk, ha a szerződést valakivel mihamarabb a sikeres próba kezelést követően meg tudnánk kötni. Köszönjük szépen a nyilatkozatot, a nézők megnyugtatása azt hiszem megtörtént, úgy látszik a fáraó hangyaügy sinem van. Az előbb már említettem a zöldséges boltok ügyét. Munkatársaim Bukowski Zoltán és Peszlek Tibor Tatabánya óvárosban készítettek riportot a zöldséges boltokról. Meghívtuk stúdiónkba Vági Robertné doktort, a Városi Tanács termelési és ellátásfelügyeleti osztályának vezetőjét. Kérem, tekintsük meg együtt a felkészített filmriportot. Kezdő előtt készül az anyagunk, és az óvárosi vásárcsomagban szinte csak az eladókat és boltvezetőket látjuk. Önök szerint miért ilyen kicsi a forgalmuk? Hát mióta ez a telep megszűnt, ezek a kolónia, azóta az idősebb korosztály, amelyik főzött, az elköltözött innen, és hát a fiatalok még a Gál István telepről nem nagyon főznek, vagy nem tudjuk. Ez lenne az oka annak, hogy ilyen kicsi a forgalom? Hát valószínű, meg itt a körülmény is, az utak. Gyerekkocsival sajnos abszolút nehéz feljönni. És hétvégén mekkora a forgalmuk? Hát hétvégén is mondható nagynak. Egyedül a hentes, aki húst árul, annak van forgalma, de hát nekünk csak epogycsúrany cseppen. Önök szerint mégis hol vásárolnak az emberek zöldséget itt? Hiszen a Gál István lakótelep most már eléggé nagy. Hát van az ABC-be is, láttam, hogy veszik a mirelitárukat. Azt nem tudom. Mirelitárukat, inkább azokat veszik meg, mintha ide följönnének, és hát itt vásárolnak. Mert hát kiesik az útból. Gyerekkocsival meg ide abszolút nem tudnak följönni, sok fiatal ezért sem jön. A kínálat sem túl nagy, ahogy láttuk itt a boltban. Hát a kínálat az volna, hogyha nem a szemétbe hordanánk. Nem lennek beinvestálni. Már az a kereskedő? Igen, a kereskedő. Hát hiába árut, ha a szemétbe hordjuk. Szűcs István a Gál István lakótelepi ABC boltvezetője. Megszűnt két zöldséges bolt a telepen. Megérzik ezt önök a mostani forgalmukban? Hát kérem, jelenleg nem lehet ezt megérezni, mert a vevőkereslet zöldáról után még nagyon elenyésző. Az alapvető termékek, burgonya, hagyma, alma és a káposztafélék azok korlátlanul kaphatók, olcsó áron. Itt probléma akkor jelentkezhet a májusi primőr indulásnál és a nyári csúcsforgalom idején, de úgy érzem, hogy a tavalyihoz hasonlóan kitelepüléssel és árubeszerzéssel le tudjuk vezetni a reméljük, hogy megnövekedett forgalmat. Önök fel tudnak-e készülni egy szélesebb áruválasztékkal? Miután a Gombában és a Sasadnál ugye Macek árusított lényegesen nagyobb árubőséggel, mint megszoktuk az állami boltokban. Hát kérem szépen, a tavalyhoz hasonlóan az üzlet előtt kitelepülünk elég széles választékkal. A cikkeknek a teljes választékát tartottuk, olyan mélységben, mint egy Macek, esetleg egyes termékek kimaradtak nálunk, de hát ezek a termékek iránt a kereslet nagyon gyenge. Megéri az itteni zöldség kínálatot felfejleszteni nyára? Kérem szépen, mindenképpen megéri, hiszen a zöldárúval igaz, hogy nagyon munkaigényes, és nagyon kockázatigényes, de megfelelő kezeléssel, szaktudással megéri forgalmazni a zöldárút. Állami boltba is, nem csak Maceknak. Elnézést, mindig is szokott zöldséget vásárolni? Én nem. Én inkább hozom Pestről még itt a zöldséget. Nem tartja megfelelőnek a minőséget? Hát olyan az... semmilyen összerület. Vásárcsarnokban semmi? Oda meg nem szokok fölmenni gyerekkel. Én zöldséget nem szokok venni. Nem. Pesten olcsó? Hát úgy, ahogy tetszik mondani. És van választék. Nem olyan mindig. Elnézést, mindig is szokott vásárolni? Igen. Megszűnjük nem sokára Gomba. Hova fog menni ezek után? Hát nem tudom, ez jó messzire kell menni itt Újvárosba. A választéka, itteni választéka hogyan megelégedve? Itt nagyon jó. Mindig friss áru is van, és nagyon sok választ. Szóval sokfélét lehet. És itt ezen a részen máshol tud vásárolni hasonló minőségű zöldséget? Nem. Vásárcsarnokban? Ott sem. ABC? Nincs is friss áru, ott még hát nincs is választék, abszolút. Ott nem tudok. Miért fognak önök megszűnni? Hát az a helyzet, hogy a bérleti díja fölemelkedett ennek a boltnak 3600-7600 forintra. Azért. És önök honnan szerzik be az árut? Bosnyákról. Bosnyák térről. Mindig ilyen gazdag a választékuk? Mindegy, mindegy. Ezek után hol fognak árusítani? Dózakerbe, a Sétáló utcába. Mi a véleménye a filmről? Valóban ilyen sötét a helyzet Óvárosban? Pillanatnyilag igen, de ez a helyzet nem tart sokáig, részben hamarosan megoldásra kerül, részben pedig hosszabb távon. Miért kellett bezárni a sasadi zöldséges boltot? A generálkereskedelmi vállalatnak nem volt nyereséges ez a bolt, húzamosabb időt óta ráfizetéses, és ezért a megszüntetés mellett döntöttek. Ebben a boltban a továbbiakban a papírírószerboltját kívánja áttelepíteni, és a jelenlegi papírbolttal pedig a mellette lévő divatáruboltot fogják megnagyobbítani. A Gombában miért kellett ennyire felemelni a bérleti díjat? A bérleti díj megemelése az jogszabályon alapszik, tehát egy ilyen jogszabály született, ennek a végrehajtása mindenkire nézve kötelező, így a Vértesalja áfészre is, akinek a tulajdonában ez az egység van, és aki ezt a benne működő magánkereskedő részére bérbe adta. Az ABC-ben hallottuk, hogy csak önálló érdekeltség alapján biztosítják a kellő választékot. Ösztönzi a tanács valamilyen formában az ABC áruházakat arra, hogy megfelelő kínálatot biztosítsanak, például zöldség és gyümölcsáruból? A tanácsnak erre nincs módja és lehetősége, nincs semmiféle eszköze arra, hogy ABC-t ilyesmire ösztönözni tudjon. Mi a vállalatok, szövetkezetek felé tudunk eljárni és kérni azt, hogy ezen a téren többet tegyenek, mint amit esetenként tesznek. És mi a helyzet a régi vásárcsarnokban? Hát ez... szívfájdalmunk, hogy nem úgy működik, mint 10 évvel, vagy akár 5 évvel ezelőtt is. Itt a körülmények annyira megváltoztak ezzel a bontással és építéssel. Olyan rossz körülmények közé került, olyan rosszak a feltételek, hogy nehezen tudja a lakosság megközelíteni. Most miután kevés a vásárló, ezért a benne működők nem tudják azt a választékot biztosítani, mert nyilván vásárló kell ahhoz, hogy választékot tudjanak. Tehát ez egy önmagába visszatérő kör, több oldalról vizsgáltuk üzemeltetőkkel együtt, hogy hogyan lehetne ezen változtatni, vagy hogyan lehetne segíteni. Sajnos idáig egyetlen kezdeményezésünk sem járt sikerrel. A filmriportban ugyan nem szerepel, de szóbeszéd tárgya, hogy a posta melletti zöldséges boltokat is be fogják zárni. Mi ezzel kapcsolatban a helyzet? Hát, sajnos ez is részben múlt idő. Az építési osztályunk kötelezte az ott működőket a bontásra, tehát ezeket a pavilonokat és azt a faházat az üzemeltetőknek le kell bontani. Ehelyett azonban magánerős üzletház épül a helyükön, és ebbe két zöldséges bolt lesz. A ott működő két zöldséges fog tulajdonképpen boltot nyitni. Addig is, amíg ez az üzletház megépül, abban tudtunk segíteni, hogy az építés a bontási határozat határidejét meghosszabbította, tehát amíg fel nem épül ez az üzletház, addig a faházban működik tovább a zöldséges. Tehát akkor mégsem egészen igaz az a hír, hogy egyszerre 3 zöldséges bolt zár be Tatabánya óvárosban, hanem mondhatjuk azt a nézőknek, hogy megnyugtató marad a zöldségellátás ezen a lakótelepen? Igen, gyakorlatilag csak a Volt Sasad, a Generál által üzemeltetett zöldséges bolt zár be. Itt is szerettük volna, hogyha ennek a bezárási határideje későbbre kerül, azonban a bontási munkálatokkal már ott tartottak, és egyáltalán annyira elavult volt a belső közműve, hogy hát nem tudtuk elérni azt, hogy ez később kerüljön bezárásra, viszont a többi zöldséges az üzemelni fog. Mire ez a riport elhangzik, addigra a faházban lévő zöldséges, mint magán erőzöldséges fog üzemelni, és a kerek gombának nevezett zöldséges sem kerül bezárásra. Az átész vezetői éppen az ellátás biztosítása érdekében vállalták azt, hogy a jövőben is kizárólag zöldséges céljára fogják ezt az üzletet bérbeadni, és amíg vállalkozót nem találnak, addig ők vállalják az üzemeltetést. Tehát akkor mondhatjuk azt a nézőknek, hogy mire a tavaszi primőráruk a boltokba kerülnek, addigra minden a legnagyobb rendben lesz Óvárosban a zöldséges boltok tájékán. Igen. Annyit biztosan mondhatunk, hogy a korábbi színvonalnál rosszabb nem lesz az ellátás. Köszönjük szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, reméljük tehát minden rendben lesz a zöldségellátással. Most pedig reklámműsorunk következik. Várja Önt a Vérteshaja átész a Dózsakerti sétáló utcában. A híradás technikai boltban nagy választékban vásárolhat csillárokat 1300 forinttól 6500 forintig. Állólámpákat 1845 forinttól 3245 forintig. Asztali lámpákat 220 forinttól 1200 forintig. Az S modellból tavaszi kínálata, két részes szövetruha több méretben 2200 forint. Női köntös 800 forintért fehér, sárga, zöld, kék és piros színekben minden méretben kapható. Vászonnadrág és ing 680 és 560 forintos árban. Két részes vászon együttes 1780 forintért 3 színben és minden méretben kapható. A kötött áruboltban bakfis és női pulóverek több színben és fazonban 280 forinttól 990 forintig. Bakfis és női hosszú ujjú pólók 220 forinttól 520 forintig. extra minőségű, hosszú és rövidújú inget különböző fazonban 390 forinttól 540 forintig. A méterárubolt kínálata. Műszín anyag több színben, métere 298 forint. Kartonok szintén több színben, 47,90-től 69 forintig. Jersey anyagok több színben, 182 forinttól 211 forintig. Sejmek több színben, 135 forinttól 168 forintig. Várja önt is a Vértesalja átész a Dózsakerti sétáló utcában. Március 15-e, nemzeti színű kokárdák, nemzeti dal, 12 pont, zászlók, virágok, megemlékezések. Magyar március címmel mi is megemlékezünk. Egy nemzet ereje a kiművelt embertők sokaságában rejlik. Munkát, megtörhetetlen álhatatosságot síromig azon kormánynak, mely őszintén nyújt kezet nemzeti és alkotmányos felemelkedésünkre. Minden csepp véremben sejtén, de a tiszta, csalhatatlan számok is azt mutatták, hogy Hunniának minden lakosa fogna nyerni, ha a kiképzett nemzetek sorába állna a magyar. A magyar népet a világnak megtartani. Az emberiség díszére nagy, erős, dicső nemzetté emelni lehet. De csak a minden ábrándnak, szívgerjedelemnek tarancsoló hideg ész jelölheti ki ennek útját. Uraim, a haza veszélyben van. A nemzet el van határozva koronájának, szabadságának, önállóságának védelmére a legnagyobb áldozatokat is meghozni. És hogy e tekintetben oly alkut, mely a nemzet önállását, szabadságát a legkevésbé sérthetné, egyáltalán el nem fogad. Föld hazámnak valamennyi lakója, ideje, hogy tartozását minden ember lerója. Ki a házból, ki a síkra, emberek, most az egész Magyarország legyen egy nagy hadsereg. Ki is megyünk, szó sincs róla, mindnyájan meghalni, vagy győzedelmet aratni a szent csatában. Szent a csata, nem harcolunk királyért, király ellen, szabadságunk, Istenünk és hazánkért. Oly hatalmasnak hiszem én a népet, hogyha felkel és összetart, ropogva összerogyó égboltozatait is képes fenntartani erős karjaival. Hazánk fiai, mondhatatlanul fontos az óra, melyben hozzátok szólok. Talán éppen ebben az órában ütköznek vités seregeink az áruló csordáival. Ki tudja, mit hoz ránk most ez óra? Győzelmet-e, vagy veszteséget? A népre minden esetre szükségünk lesz, hogy győzzünk, hogy a győzelem gyümölcseit learassa. Ha vesztünk, hogy a veszteséget győzelemmé változtassa. Szörnyű idő, és a szörnyűség mindegyre nő. Talán az ég megesküdik, hogy a magyart kiírta. Minden tagunkból vérezünk. Hogy is ne. Villog ellenünk a félvilágnak kardja. És ott elő a háború csak a kisebb baj. Szomorúbni hátul áll, a döghalál. Betűntött a részed Isten csapásiból, ó hon! Folyvást arat határidon, két kézzel az emészet. Tisztelt ház! Ne taszítsuk el magunktól a békés kiegyenlítés ezen módját. Nem hiszem, hogy e javaslat életbe léptetése alkotmányos önnállásunkat megsemmisítené, és Magyarországot osztrák provinciává tenni. De hiszem azt, hogy alkotmányunk ezen visszaállítása sokkal inkább megóvja nemzetünket a süllyedéstől, mint a bizonytalan eseményekre épített számítások. Hiszem azt, hogy jelen viszonyaink között a fölforgó nehéz kérdéseknek más, békés megoldását remélni nem lehet. Sírású, szuszogó csecsemő nemzet, rugdalózva és boldogan szívja hegyes kis melled. Kibudjannak a köd alól szép emlőid, a Bükk, a Mátra, a vassisakos Európa hányszor megmarkolázta. Széles csípejű anyaföld, kiáll fenyves medence csontod, nagy kendőbe, kifoszló szélbe bugyolálod apró porontyod. Lesoványodtál. Megviselt ez a nép, amíg világra hoztad. Mosolyog mégis. Kínjaid lassan-lassan megcsillapodnak. A városi sporteseményekről Nibling István ad összefoglalót. Sportösszeállításunk következik. Néhány szót arról, hogy mi látható mai összeállításunkban. Lesz úszóverseny, vízilabda, összefoglaló labdarúgó mérkőzésekről, és műsorunk végén egy rövid összeállítás egy sítábor programjából. Március 1-én szombaton rendezték Tatabányán a megyei összevont serdülő úszóbajnokságot. Peszlek Tibor operatőr kollégámmal a helyszínen jártunk. Komárom és Győr-Sopron megye serdülő úszói találkoztak a tatabányai sportuszodában, hogy összemérjék felkészültségüket. A hazai fiatalokon a TBSC-n kívül az esztergomi Granvízus, a Rába Eto és Pápa úszói neveztek a különböző számokban. Összeállításunkon a 200 méteres női vegyes úszás harmadik futamát örökítettük meg. Március 1-én és 2-án kétnapos felkészülési vízilabdatornát rendeztek a Tatabányai Bányász sportuszodában. Forgatócsoportunkkal a Tatabányai Bányász és a Budapesti Szövetkezetiek mérkőzését örökítettük meg. A felkészülési tornán a hazaiakon kívül a Tungsramese, az Újpesti Dúzsa és a Spartacus csapatai vettek részt. A torna célja játéklehetőség biztosítása volt a jövő héten kezdődő bajnokság előtt. A Tatabánya Spartacus mérkőzésen az első gólt a TBSC szerezte. Rajcsovics jó átadását Varga lövi a hálóba, 1-0. Emberelőnyhöz jutott a Spartacus. Horváth Viktor egyenlít, az eredmény 1-1. Gyors hazai akció végén Bújka távoli lövése talál a hálóba, 2-1-re állítva be az eredményt, és ez már az első negyed végeredménye. A második negyed a vendégeknek sikerült jobban. A negyedik percben már átvették a vezetést. 3-2 a fővárosiak javára. Már a harmadik negyedben járunk, 5-3-as fővárosi vezetésnél. Persely Vojvoda összjáték után éles szögből Drahos talál a hálóba, 5-4-re szépítve az eredményt. Ez már az utolsó játékrész, a negyedik negyed. Egész az elején Bújka János távoli lövése talál a hálóba, majd egy gyors lefordulás után Krajcsovics lepattanna a lövését, Varga kotorja a Spartacus kapujába. 4 perccel később emberelőnyös helyzetbe kerül a Spartacus csapata, és megszerzik az egyenlítő gólt, 6-6. Majd 4 méteresből újra megszerzi a vezetést, 7-6 a fővárosiak javára. A negyed utolsó percében Persely ellen súlyosan szabálytalankodtak, a büntetőt a sértett értékesítette, 8-7-re alakítva az eredményt, és ez maradt a végeredmény. Labdarúgás. A Zalaegerszeg TBSC mérkőzésről zalaegerszegi kollégáinktól kaptunk anyagot, a Siófok Tatabánya mérkőzésen forgatócsoportunk kint járt. Zalaegerszeg Bányász, Fehérmezben a Zalaegerszeg jobbról balra. A felvétel minősége azért ilyen rossz, mert VHS rendszeren készült. Az első gólt látják, melynek szerzője Nagy István. Az eredmény már ismert, 2-0-ra kikapott a Bányász, ezért megmutatjuk a második gólt is. Az alaegerszegiek gólját ezúttal Páli szerezte. Számunkra nézve még egy furcsa esemény volt, Kiprik 11-est hibázott. Ez már a Bányász-Pécs mérkőzés, piros mezben a pécsiek, fekete-fehér készüléken a világosabb mezőjátékosok. Balról jobbra a Bányász gólját láthatják, szerzője Plotár. Mindez a 13. percben történt. Pécsiektől kaptuk a felvételt, mivel kollégáink akkor éppen a baleseten forgattak. Ez már a 30. perc eseménye volt, Breznicki a pécsiek gólszerzője 1-1. Ismét szöglet, ismét Breznicki, és így lett 2-1 a végeredmény. Siófokon vagyunk, NB1-es mérkőzésre készült, azaz, hogy nem készült a város, ugyanis nem iparkodtak eltakarítani a havat. 1 órával a mérkőzés kezdete előtt még ezeket a képeket rögzíthettük. Ilyen pályán kellett helytállni a játékosoknak. És még mindig akadt hó, amit el kellett takarítani. A kapusokra sem várt könnyű feladat. Hazafi játékvezető, bár látta a körülményeket, mégis jelt adott a mérkőzés megkezdésére. Jobbról balra, kék mezben, fekete-fehér készülékeken, világosabb mezben a Bányász. Az első gól előtti pillanatokat láthatják. Bódival szabálytalankodnak védőink. A sértett végzi el a szabadrugást, egy védő megpattan, és az elmozduló kis mellett a hosszúba száll a labda. 1-0 Siófok javára. Szöglet, és egy 11-es gyanús helyzet. Egy kis bemutató a pályáról. A körülmények ideálisak. Szép indítás a jobb szélre. Kiprik középre ad, Vince kilép, de a kapus hárít. Ismét Bódi, ezúttal Kis a helyén. Kiprik labdája keresztbe száll, és egy játékos kézzel üti ki. Hazafi 11-es ítélt, jogosan. Kiprik lövi. Így lett 1-1. Ismét egy kis bemutató a pályáról, a körülményekről. Ez inkább pankráció vagy vízipóló, de nem foci. Vége az első félidőnek. Ez már a második félidő. Vince fut neki a labdának, kapus azonban hárít. 51. perc eseményeit láthatják. Jankovics elhúz a bal szélen. Némi üggyel baljal, de középre ad. És Árki bepofozza a második gólt. 2-1-re vezet a Siófok. Öröme határtalan. Még ebben a percben Lakatos előreível. Herman jó ütemben kapja a jobb szélen a labdát, középre ad, és Plotár bebólintja, mint ahogyan az A nagykönyvbe meg vagyon írva. 2-2. Kis kirúgása, majd Vince szólója következik. Ez volt a mérkőzés legszebb mozzanata talán, és egyben a legnagyobb helyzete is. Sajnos kimaradt. Az eseményekről Temesvári Miklóst kérdeztük. Látva a három mérkőzést, a mai mintha más játékfelfogásban küzdött volna a csapat, mint az előző kettőn. Én nem mondanám, ezt a küzdőszellemmel, az Alagerszegi első félidő kivételével elégedettek lehetünk, a vereség ellenére a Pécs mérkőzésen is. Talán azt mondanám, hogy kezdjük megszokni ezt a irreális talajt, és a csapat most alkalmazkodott a legjobban ez a talajhoz, és hát az az érzésem, hogy simán meg kellett volna ezt a mérkőzést nyerni a helyzetek alapján. Nagyon balszerencsés gólokat kaptunk, de remélem, hogy most a rendelkezésre álló előttünk levő 2 hetet most ma a jobb pályákon jól ki tudjuk használni, és a hátralevő 8 fordulóban több örömet fogunk szolgáltatni a tatabányai szurkolóknak, mint ezen a héten. Havas képek következnek. Immár hagyománynak számít a megye középiskolásai körében, hogy télen hosszabb, rövidebb időt töltenek sítáborokban. Idén Csehszlovákiában Rimaszombat mellett töltöttek egy hetet. Erről nézzenek meg most egy kis filmet. Egy középiskolás sétábor, amely jó példája annak, hogyan lehet egy közös célért együtt tevékenykedni. Összefogott a KISZ, a Megyei Tanács Művelődés Osztálya, a Megyei Testnevelési és Sporthivatal, hogy megyénk 80 diákjának tartalmas tábort szervezzen. Hogy önök is megismerkedhessenek a helyszínnel, javaslom, nézzünk körül. A 4 különböző szintű és hosszúságú pálya ideális lehetőséget ad arra, hogy mindenki tudás szintjének megfelelő körülmények között síelhessen. A tábor egy átlagos napját látják majd, ami 7 órakor, -24°C reggeli tornával kezdődik. Fordítások tervbeszállásba indulnak. Milyen érzés, hogy ilyen a hófürdő után? Hú, nagyon klassz, kellemes. Nem félsz egy náthától? Hát nem, most már nem. Első nap még nagyon hideg volt, de most már nem. Köszi, menjél fürödni. Kösz. Középre. Sí! Ha! Sí! Ha! Sí! Ha! Hurrá! 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 És most felszáll. Felvonózás jó alkalom arra, hogy megismerkedjük. Pap Monika vagyok, az Árpád gimnáziumban tanulok, másodikos vagyok. Hogy sikerült eljutnod ide? Hát az iskolában hirdették meg ezt a sétábort, és hát feltételek voltak, hogy sportoljon, tehát hogy valami sportoljon az ember, akkor jó tanulmányi eredménye legyen. Hát ez a jó, szóval relatív, nem kell mindenkinek kitűnőnek lenni, de azért... Minimum mennyi? Hát olyan 4,5 körül. Akkor... Vigyázzon egy hupni. A magatartás sem utolsó, tehát olyan megfelelő magatartás legyen itt a táborban, ez a tábori élettel jár, és hát mivel ez ilyen sporttábor, szóval nem utolsó, ugye, hogy edzettség, stb., de hát ez már sportoló. Felszerelést onnan sikerült szerezni? Hát én úgy kaptam a felszerelést, valakitől hallottam, hogy kölcsön kapta, valaki a Petőfi Tömegsport Egyesülettől kapta kölcsön. Iskolákban van ilyen? Hát sajnos nem tudok róla. Nincsen. Szóval ez probléma, hogy így iskolákban kevés a ilyen sportfelszerelés, hát síről, meg egyáltalán nem is hallottam. Milyen iskolákból vagytok itt? Az Árpád gimnáziumból, első helyen mondjuk, többen, nagyon sokan vannak az Árpád gimnáziumból, akkor Jókai gimnáziumból, ez Komáromban van, akkor Ötvös gimnáziumból, Bánki Donát ipari szakközépiskolából, a szakmunkásképző intézetből, szóval ez egy ilyen megyei tábor. Ha felérünk, merre még? Mivel kezdő vagyok, ezért a legkönnyebb pályán fogok lejönni. A gyakorlás 3 csoportban történik, kezdő, középhaladó és haladó. Mi most a kezdőköz látogatunk el. Kérnék egy rövid bemutatkozást. Wolf Andrea vagyok, a Tatabányai Egészségügyi Szakközépés Szakiskola 2B osztályos tanulója. Én pedig Kozsis Márta, a Tatabányai Árpád Gimnázium 3. osztályos tanulója. Mindketten most kezdteitek, soha nem volt még síléc a lábatokon. Mi a véleményetek? Érdemes volt létetúr? De nem gondoltam volna, hogy ennyire meg tanulok sélni ennyi idő alatt. Én nem hittem abból, hogy ennyire képes leszek, és most már azt szeretném, hogyha kapnék egy sílécet, és jó lenne otthon is síelni tovább, mert azért szóval nagyon jó, szerintem nagyon jó sport, és érdemes volt eljönni, úgyhogy jövőre is megpályázom, hogyha lehet. Síbarátok, régi ismerőse Németh Péter, mint szakembernek mi a véleményed a kezdőkről, mennyire sikerül végrehajtani azt, amit követeltek? Hát kis csapatom, igen lelkes és igen jó erőkből áll, szorgalmasak is, akarnak is, hát néha ugyan kútba kerülnek, de ennek ellenére aztán összeszedik magukat. Mennyire biztosított az, hogy évek folyamán kezdőből haladó legyen? Hát ugye jó pár éve folyik ez a táborozás, és ebből a táboron már jó néhány olyan gyerek nőtt ki, aki ma már felnőtt családapa vagy családanya, és végigment mint a 3 csoporton, és hát mondhatom azt, hogy a mi viszonyainkhoz képest profi módon síznek. Ők már a középhaladók, a tudásért azonban nekik is meg kell küzdeni. Nem fárasztó ez a föllemászkálás állandóan? Egy kicsit, igen. 4 nap után nézed valamennyire, hogy mi az a síelés? Igen, de már hamarabb is síeltem. Izomláz van még? Na, nincs. Megszokta teljesen a mozgást? Igen, most már belejövök lassan. Láttam. Volt még egy-két hiba, mennyire segít az, hogy a tanár úr közben kiabál? Nagyon sokat. Megmondja a hibáinkat, és így korrigálni tudjuk őket. Végül egy rövid bemutatkozás. Havas Orsolya vagyok, és az Árpád gimnáziumba járok. Kalucsai Csaba. Melyik gimnáziumban? A Bánki Danált ipari szakközép. Elég sűrűn csúszkáltak, mászkáltak, hányadik hozzávetőlegesen ez a földcsoszogás most? Hát körülbelül 5. És hogy viseli el a muszklit? Hát bírja. Bírja, nincs probléma? Izomlás? Nincs, egy kicsi van, de azért el lett viselni. Vannak, akik ügyesen elsajátították a tanulót, vannak, akik nem. Csak tovább gyere! Gyere! Gyere oda a kamerára! Gyere, Dóri! Bátran gyere, képus, gyere! Nézd a Dóriak! Ezek már a haladók, a többségük épp egy ilyen sítáborban kedvelte meg a síelést. Nagy szerepe volt ebben egy testnevelő házaspárnak. Gubica házaspárt úgy ismerhettük meg, mint a sí szerelmeseit. Hogyan sikerült ezt a szerelmet továbbadni a gyerekeknek? Erre a párom kell, hogy feleljen, mert én csak csatlakoztam később. 8 évvel ezelőtt kezdted? Igen. Az átadás vágya az benne van már abban a pillanatban az emberben, miután valamit megszeret. Mert ezt megszeretné osztani, és nyilvánvaló, hogy egy tanár kivel akarja megosztani, elsősorban a gyerekeivel, a diákjaival. És rávezetni őket arra, hogy ez egy olyan sportág, amit később egyedül is űzhetnek, nem kell hozzá semmi, egy kicsit megszeretés, és utána már a tél egy ragyogó kikapcsolódási részt talál azzal, hogy fogja, és egy hétig elmegy és sízik. A feleség pedig követte férjét. Én a páromtól tanultam sízni, úgyhogy se el akartam venni. Meg kell, hogy mondjam, és azt mondta, hogy vagy megtanulok, vagy nem lesz semmi a házasságból, és ezért jött össze, hogy kénytelen voltam megtanulni, de őszintén nem bántam meg, sőt, hogy mennyire szeretném még jobban csinálni. Most végzem az edzői szakot sízésből, hát remélem sikerrel. A délelőtti oktatást önfelett síelés követi, aminek egyaránt örül oktató és diák. Kérnék egy rövid bemutatkozást. Kölcsős Hingolyon. Melyik gimnáziumban? Az Árpád gimnáziumban. Hányadik körnél tartasz ma? Hát mondom, 10-nél. Átlagban mennyit mentek egy nap? Hát egy 20-15-et. Első nap is így volt? Hát az első nap nem, mert akkor külön voltak a csoportok, és akkor a vezetővel együtt jöttünk mindig. Emhőni Klárikával, a tábor orvosával, ápolónőjével egy személyben beszélgetünk arról, hogy akadt-e probléma, volt-e egészségügyi probléma. Én azt hiszem, hogy még magunkkal hoztunk Tatabányáról egy pár vírust, ugyanis járvány volt éppen a városban, mielőtt eljöttünk, és azt hiszem, akik megbetegedtek, ennek a betegei még. Itt a szép, tiszta levegőn és az egészséges életmód mellett már senki nem betegedett meg. Egy-két apróbb sérülést és hát pár influenzás beteget leszámítva egészen jó az arány, a gyerekek jól viselik ezt a terhelést, de azt hiszem ennek oka az is, hogy gondosan kiválogatja a táborvezetőség, hogy olyan gyerekek kerüljenek ide, akik amúgy is sportolnak, és ezt az aránylag nagyon megterhelést, amit itt kapnak, ezt könnyebben viseljék el. Még néhány lesiklás, és elcsendesedik a pálya. Szerintem jó közlekít, és azért alkalmazkodnak a magyar konyhához is, mert lehet választani, például tegnap is háromféle húsból lehetett választani, hogy mindenki ki mit szeret, azt teszi meg. Szóval, hogyha az ember ihet, akkor mindent megeszik. Az esték sem teltek tétlenül, jelmezbál, amiből néhány ötletet láthatnak. És ezt követően pedig diszkó, fáradtságnak nyoma sincs. Amíg a diákok diszkóznak, addig a táborvezetéssel beszélgetünk mindazokkal, akik részt vettek abban a munkában, ami azt eredményezte, hogy nagyszerűen sikerült ez a tábor. Mennyire nevezhető egyedi dolognak ez a tábor és ez a kezdeményezés? Hát teljesen egyedinek nem nevezhető, mert Komáromban középiskolák tartanak közvetlen kapcsolatot csehszlovák középiskolákkal, ilyen csere tábor, nyári tábor, téli tábor, üdültetés, kölcsönös. Ilyen kapcsolat volt a Tatai Ötvös Gimnázium és Komáró iskola között. Pillanatnyilag is fennáll a HEL, Bánya Gépészeti és Vegyipari Szakközépiskola és hasonló iskola között, de a 317-es szakmunkásképzőiskolának is van ilyen kapcsolata Esztergomban. Részletkérdés ugyan, de most iskolaidő van, hogyan sikerül biztosítani a gyerekek hiányzását? Igen, hát ez ténylegesen zavaró körülmény. De hát iskolaidőben van hó. Tehát, hogyha sítábort akarunk csinálni, hát akkor nyilvánvaló, hogy valamikor ebben az időszakban kell. Na most az iskolavezetés is, és hát mindazok a kollégák, akik a tábort szervezik, gondosan válogatják a gyerekeket, megnézik, hogy milyen a tanulmányi eredményük, tehát, hogy túlságosan sokat ne veszítsenek a hiányzás miatt, és hát olyan gyerekeket, akik képesek arra, hogy bepótolják a héten elhangzott tanítási anyagot. Ennek a tábornak és az előzőknek a tapasztalatai alapján nincs arra elképzelés, hogy esetleg az oktatás ügyben az ilyen dolgokat az úgy legálissá tenni? Ez maga is legális egyébként. Ez először lett olyan megyei tábor, ami eddig nem volt. Ez iskolai kezdeményezésként indult útjára, ez a nagyon okos kezdeményezés, és az elmondott, illetve említett három iskolán kívül szerintem egyre többen fognak csatlakozni majd hozzá. A megyei testnevelési hivatal mennyire felkészült erre, hogyha érkezik esetleg igény, vagy valaki, egy vállalkozókedvű testnevelő, hogy szeretne egy tábort szervezni? Mennyire adja hozzá magát a hivatal? Hát a hivatal messze menőleg egyetért a táborral természetesen. Anyagi nehézségek mindig voltak és lesznek is várhatóan, csak ilyen módon, ilyen feltételek mellett lehet hosszabb távon gondolkodni, hogy társszervek együttműködésével, összefogásával közösen előbbre tudunk ebbe lépni. Azt hiszem, tapasztalatok kapcsán Csákányos pusztai síparadicsomot, Tatabányér kedvenceit meg kell, hogy említsük. Mennyire hasznosul itt az ottani tapasztalat? Érdekes dolog. Azt hiszem, hogy az ottani sízés azon a sokak által látott kisdombon úgy tűnik, hogy olyan eredményt ad, amivel aztán a nagyobb hegyekkel is könnyebben birkoznak meg a tanulók. Persze érik meglepetésük ezen. Ott az a 300 méteres pálya, itt viszont 800-1000 méteres pályákon síznek, hát sokkal jobban elfáradnak és nagyon felkészültséget igényel. Ha innen hazatérnek, akkor az egy játékszernek tűnik átmenetileg, de azt hiszem, hogy azért még ott is keményen lehet dolgozni. Tábor előtt nem sokkal beszélgettünk, és akkor még nem volt fix. Versenyeztettél helyeket. Tehát szervezés szempontjából mennyi munkát fekszik egy ilyen tábor összehozásában? Hogyha valaki el akar kezdeni egy ilyen tábort, akkor tudja, hogy mihez viszonyítson. Hát mivel nekem körülbelül ez a 13., nem is körülbelül pontosan a 13. táborom, így azt hiszem, hogy elég nagy rutinnal tudom már azokat a dolgokat kiszűrni, meg odafigyelni, amelyek tényleg fontosak és élesek ezekben a kérdésekben. Hát rengeteg utánjárást igényel. Szóval egy ilyen tábort, amilyen ez, hogy egy gimnáziumi tábor és egy megyei tábor együtt szerveződhessen, ahhoz a legkisebb részletkérdésektől kell elindulni, hogy a szülők hozzájárulása, hogy tényleg az anyagiak, a szerelés, a minden, ami itt a hegyen előfordulhat, hogy az biztosított legyen és baj ne érjen bennünket. Szóval én azt ajánlom, hogy aki nekiáll sítábort szervezni, az egy tapasztalt emberrel konzultáljon előtte, hogy milyen problémák léphetnek fel, mire kell odafigyelni, mert egy ilyen táborban, hogyha meglepetés éri a társaságot, akkor egy csomó embernek azt hiszem rossz élménnyel zárul a tábor. Ilyen nagyszerű kezdeményezésnek nyilván lesz folytatása is. Milyen kilátások vannak a jövőre nézve? Tervünk az, hogy ezt a tábort rendszeresítsük, mint ahogyan 5 évvel ezelőtt Dzsárban elkezdtük, már megyei középiskolai tábor néven szerepelt, de nem csak névleg volt az, hiszen a megye minden iskolájából küldhetnek tanulókat ebbe a táborba, és a jelentkezésüket el is fogadjuk. Tervünk az, hogy a természetjárást tovább népszerűsítsük, most már nem csak a középiskolában, hanem általános iskolában is. Na most ennek egy téli változata az, amit mi itt végzünk. Csinálunk, összekötjük téli túravezetői tanfolyammal, későbbiekben terveink között szerepel, hogy még az őszi-tavaszi természetjárás a nyáriról is tájékoztassuk a gyereket megfelelő formába, úgyhogy azok a gyerekek, akik ide eljutnak, egyúttal munkatársainká várjanak a későbbiek folyamán. A tábor szervezőinek véleményét hallhatták. Németh Péter, Harsányi László, Reisinger Ede, Gubica Antal, László Ferenc, Orcsik Imre. Takarodó után vagyunk, bocs, hogy betörtünk hozzátok. Hogy vagytok a szállással megelégedve? Meg vagyunk elégedve, nagyon. Nagyon jó. Jó. Reggel nincs probléma a fölkeléssel? Elég sokáig tartott ma a Dizsi, minden este így megy? Igen. Hát ezt tartott a legtovább, és meg volt a legjobb is. Estékként bizonyára szoktatok beszélgetni dolgokról, a napi eseményekről, hogyha hallhatnánk egy-két sztorit. Hát az előző napon történt egy ilyen klassz sztori. tanár úrral felment a sífavonalra, és nagyon elbeszélgettük az időt, és összeakadt a két léc, és kiestünk, és át kellett másznunk az erdőn, és egy igen meredek pályán jöttünk le, és szolgáltatik tartozik az, hogy 2 napja síelek. Úgyhogy elég nehezen jöttem le, de valahogy azért leértem. Még egy darabig folytatják a mesét, majd elalszanak. Hogy miről álmodnak? Talán Kokava 87-ről. Kedves nézőink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszönjük figyelmüket! Legközelebb március 24-én a szokott időben 19 órai kezdettel jelentkezünk. Reméljük, hogy addigra a Sándorok, Józsefek és Benedekek valóban meghozzák az igazi tavaszt és a meleget. Jó éjszakát kívánok, viszontlátásra! I need